Az ankéton Tálai András, a klub társadalmi elnöke ismertette a napirendet. Az összejövetel keretében elsőként Weber György vezetőedző értékelte a felkészülési időszakot. A csapat vezetője elmondta, sikeresnek ítéli a 6 hét alatt elvégzett munkát, de a felkészülés sikerességét a szezon végén lehet majd pontosan megítélni. A szakvezető hozzátette, hogy a tatai 2 hét kulcsfontosságú volt a bajnoki rehangolódás időszakában, mivel az ott elvégzett minőségi munka jelentősen javította a csapat teljesítményét. Együttesünkkel kapcsolatban kifejtette, hogy a játékos keret jelentősen erősödött a nyáron, és kialakult egy olyan 20 fős gárda, melynek tagjai igazi csapatot alkotnak. Weber György kiemelte továbbá a szakmai stáb erősödését is, hiszen Sivák Sándor pályaedző és Hornyák Béla kapusedző nagyon komoly segítséget nyújt a számára. A bajnoki célokról elmondta, a vezetőség az első 5 hely elérését tűzte ki, amely véleménye szerint reális, ugyanakkor hozzátette, hogy szakmai berkekben bajnok esélyesként tartják számon Mezőkövesdet, és erre szeretnének maximálisan rászolgálni. A gárda célja ugyanakkor az eredményesség mellett az, hogy látványos, bátor és közönségszórakoztató játékos nyújtsanak a pályán azért, hogy a szurkolók igényeit maximálisan kielégítsék. Weber György a tájékoztató végén a szurkolók segítségét és támogatását kérte a mérkőzéseken, hiszen a drukkerek nélkül nem lehet eredményes a csapat. Szurkolói felvetésre szóba került többek között a mérkőzések időpontjainak a kialakítása, majd a pápa feljutásáról osztotta meg gondolatait Weber György, végül röviden elemezte a Kövesdi utánpótlás helyzetet. A játékosok részéről Elek Norbert együttesünk csapatkapitánya szólalt fel, aki szintén kiemelte, hogy egy erős és nagyon összetartó csapat alakult ki, amely véleménye szerint is alkalmas a kitűzött célok elérésére. Azt gondolom, hogy a célok egyrésztről reálisak, másrésztről pedig ezt mindenki szeretné megvalósítani, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez lehet egy elvárás is a csapat felé. Én személy szerint úgy érzem, hogy ez megvalósítható. Szerintem nagyon jó a csapat, nagyon jó keret, és ahogy itt ugye el is hangzott a Weber Gyuri bátor is, hogy egy 20 játékos van, nem 11, tehát úgy érzem, hogy ez abszolút megvalósítható, ez az első ötbekerülés. Ugye szólhattuk Weber Györgytől éppen, hogy nagyon komoly elvárásai vannak veled szemben, hiszen a csapat egyik motorjának, húzó emberének kell majd lenned a későbbiekben. Hogy érzed, készen állsz erre a feladatra? Én úgy érzem, hogy igen, amiben egyébként a társak is nagyon sokat segítenek, úgy érzem, hogy ez nagyon fontos. Ezért is nagyon örülök, hogy sikerült ide kerülnöm, mert úgy érzem, hogy ő ki tudja hozni belőlem a maximumot, és én is azon leszek, hogy megfeleljek az elvárásoknak, úgyhogy mindenféleképpen úgy érzem, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon hasznos év a számomra is, és remélhetőleg a csapatnak is. A nyitófordulón sikeresen túl vagytok, méghozzá Szolnokon rangadót sikerült nyerni, amelyhez te is hozzátetted a magadét, hiszen a második gól előtt, ahogy hallhattuk is, egy gyönyörű gólpasszal tetted le a névjegyedet, és tettél hozzá a csapat sikeréhez. Mennyire vagy elégedett az ott mutatott játékkal, és véleményed szerint mit jelenthet a csapat számára a későbbiekre vonatkozóan ez a győzelem? Szerintem nagyon fontos volt az első meccs, hogy meg tudtuk nyerni. Kicsit jobb játékot vártunk magunktól, szerintem nem csak én, hanem az egész csapat is. Úgyhogy ez egyrésztről ugye ez pozitív is, hogy ilyen játékkal is nyerni tudtunk Szolnokon. De mindenféleképpen javulást várok a csapattól is, a következő fordulókra nézve. Szerintem ennél csak jobban fogunk játszani, úgyhogy, és remélem, hogy ugyanilyen eredménnyel is. A Bognár család jeles és ismert képviselője az 50-szeres válogatottságig jutó Bognár György, István édesapja, aki napjainkban edzőként és szakkommentátorként tevékenykedik a magyar labdarúgás felemelkedéséért. A Kövesdi középpályás szerint édesapja nagyon kritikus a teljesítményével szemben. Úgy érzem, hogy több a negatív hozzászólás, mint a pozitív, ami... hogy előre vissza, hát mindenféleképpen előre kell, hogy vigyen. Úgyhogy egyrésztről ki kell zárnom ezt a dolgot, másrésztről pedig megfogadom a tanácsait is. Remélhetőleg, hogy sikerül is ezeket megfogadni, ami a pályán is látszani fog, úgyhogy én ezen leszek. Szeretnéd esetleg te is olyan sikeresen zárni majd a pályafutásodat, mint ő, hiszen jó néhányszor megfordult például a válogatottban? Hát igen, az nem lenne rossz. Már a magyar válogatottság is egy nagyon nagy eredmény lenne.
Hát igyekszem hasonló pályafutást befutni, hát remélem sikerülni fog. Hát dolgozni kell nagyon sokat érte, a munkának mindig van az eredménye, úgyhogy én hiszek ebben, hogy munkával el lehet érni nagyon sok mindent. A szurkoló Jankét második napi rendi pontjában a TAU pályázattal kapcsolatos ismertetőt hallgathatták meg a szurkolók. Elsőként Bocsi Anna, a klub ügyvezető igazgatója ismertette az elvégzett, illetve folyamatban lévő feladatokat. A beszámolóból kiderült, hogy a klub a volt tűzoltópályán kialakított sportcentrumban zajló játékterek befejezésére augusztus 31-ig haladékot kért és kapott az MLS-től. Szó esett a centerpálya új hangosító, illetve a szintén új eredményjelző készülék beszereléséről, valamint az impozáns kerítés létesítéséről. A centerpálya a Széchenyi úti oldalán egy 400 fős mobillelátót fognak majd kialakítani, amelyet a tervek szerint augusztus 31-ig szintén át kell majd adni a kivitelezőnek. A TAU-s pénzekből emellett sportszereket vásároltak, de jelentős mértékű informatikai beruházás is megvalósult, miután a klubvezetői több számítógépet is beszereztek. A 2013-as TAU-s pályázat terveiről Tálai András elmondta, hogy a célok között szerepel a klubház teljes felújítása, illetve bővítése, amely emeletráépítéssel valósulhat meg. Az új részben többek között egy konditerem is helyet kaphat. A sikeres elbírálás esetén a klubház mellett a tűzoltópálya fejlesztése szintén folytatódhat. A következő lépés a kiszolgáló épület teljes közművesítése lesz. A pályázattal kapcsolatos döntés a közeljövőben várható. A TAU pályázatnak köszönhetően a klub az utánpótlással mintegy 80 millió forintot fordíthat, erről már a döntés is megszületett. A felnőtt csapattal kapcsolatban Tálai András elmondta, hogy a vezetőség döntése alapján az egycsoportos NB2-es indulás a cél, de a vezetőség egyik legfontosabb feladata, hogy megteremtse azokat a feltételeket, amelyek az esetleges NB1-es szerepléshez szükségesek. Tálai András ugyanakkor megkérte a szurkolókat, hogy ne éljék meg kudarcként, ha nem sikerül az első helyet megszerezni, hiszen szakmailag az egycsoportos NB2-es indulás is nagy előrelépés a klub számára. Tálai András a klub anyagi helyzetét is felvázolta röviden. A szurkolókkal kapcsolatban Bocsi Anna ügyvezető igazgató elmondta, hogy a tőszurkolók 1200 forintért válthatják meg az éves bérletet. A klub vezetőinek köszönhetően a Kazincbarcika, a Balmazújváros és a Debrecen mérkőzésekre biztosan lesz szurkolóbusz, de felmerült az Újpest elleni találkozó lehetősége is. A drukkerek nagyon bíznak a csapat eredményes szereplésében. Mi szurkolók nagyon örülünk ennek a célkitűzéseknek, mert évek óta járunk szurkolni, és hát mindig többre vágyik ugye a szurkoló. Te mit szeretnél a csapattól, mire vágysz a bajnokság végén szerinted, hova érhet majd oda az együttes? Hát ez az első öt, ezt reálisnak tartjuk végül is, mert szerintünk erre tényleg kész a csapat. Mert már ugye tavaly előtt is bizonyított a társaság, és meg tavaly is. És ez szerintünk reális. Ugye egy mérkőzést már lejátszottak a bajnokságból, méghozzá Szolnokon, ahol fényes győzelmet aratott együttesünk. Te is személy szerint látod azt a találkozót. Hogyan vélekedsz így szurkolóként arról a mérkőzésről? Nagyon tetszett az összecsapás. Szép játék volt, szépen passzolgattunk, hát tetszett. Fogod-e majd kísérni a csapatot a jövőben is hazai, illetve idegenbeli mérkőzésekre? Igen, a fiúkkal szeretnénk menni mindenfelé, ahova csak, ahova buszt indítana az egyesület, oda mindenhova szeretnénk menni. Meg ha nem, akkor autóval is, de jobb hangulatú, akkor buszos kirándulások. Van esetleg kedvenc játékosod a csapatból, akinek különösen szorítasz? Hát mindenkit szeretünk, de végülis Hamar Ádámot a góljaiért most megszerettük, de egyébként szeretjük mindenkit. A Szántai Leventét és a kapust, mindenkit szeretünk. A csapat szurkolói saját szervezésben buszindítását tervezik a Békés Csabai rangadóra. Az utazásról, illetve a költségekről a sportpályán, illetve a sportbüfében lehet érdeklődni. Az összecsapás szeptember 1-én szombaton 16 óra 30 perckor kezdődik Békés megye székhelyén. A szurkolói anketről készített részletes tudósítást a mezőköves.hu oldalon két részletben olvashatják.